Ciao a tutti, Roberto Vaiocchi, sui rait vaiunca cognamba, oi fui tasciunca carace in menu. A zelo e teluta mos foguncina negri, su il pistrang file, Robin Modra. Kes dun filesni a pistrangot? Bella racta maiute, chi ci ti han hidege bledieris a corcognieb mega filesesh. Kes dunque ita e felsenti curubalur. Vagi un mega fei alla, a meddi gramier zunca gerins, utana fordicciunc a kes, is seppen lascia menjunc. Vegyünk ki ezt a részed, mert itt vannak a szálka. Megvajunk a filezéssel, tegyünk egy ilyen gyors pácban, kis só, masszírozunk egy kicsit, egy kis zsája, fokáima és egy kis fehér bor, és adjuk pihenni egy ilyen 15-20 perc. A filé ott pihennek a pácba, közben csináljunk egy ides burgonya és egy kis sütötök, összekeverünk egy kis püré. Itt a sütötök egy kicsivel több a ides burgonyából, egy kis víz, és tegyünk a tűzre, mert ilyen erős rokkos tűzzel, tegyünk rá rögtön egy kis só, közben ízesítünk a panko morzsát egy kis zsájával, csak nem kell túl kicsi darabokat, ilyen durva darabra vágtam még a zsája, tökéletes. Megvajunk a panko morzsával is, és most keverünk egy gázi majonézet céklával. Egy tojás, vigyázzatok, hogy a tojás sárga ne törjünk szét, 15 g citromlé és 2 deci olaj. Most a botmixerrel szerintem egy ilyen pár perc alatt kész is megvajunk. Tegyünk bele egy tojás, mehet rá a 2 deci olaj, citromlé és a friss cékla, csak lereszeltem, egy csipetnyi só, és akkor most a botmixer. Tegyünk bele végig, kezdünk lent és úgy jövünk föl a botmixerrel. Kóstoljunk meg! Nagyon finom. Tegyünk az olaj, ilyen 170-180 fokra maximum kell felmelegíteni. Addig megvajunk, megpult a ides krumpli meg a sütötök, akkor szúrjunk ki. Mehet rá kis vaj, egy kis szerecsendió, kis cuki reszelővel. Nézzetek meg, milyen szép. És kézzel kezdünk egy kicsit törni. Mehet egy nagyon pici tej, egy kis bors. Kóstoljunk meg. Készen vagyunk a pürével is, és most panírozzunk meg a pisztráng filé, 2 tojás. Várjunk egy kicsit. Tegyünk egy kis só, meg egy kis bors. Először, mert pászba raktunk, szerítsünk meg a pisztráng filé. Ne legyen vízes, mert nem akkor a forró olajból majd utána háború lesz. Először tojásban, utána prézliben, újra tojásban, és a vége panko morzsában, amit zsájas panko morzsa. Most nagyon forró az olaj, nézzünk meg amúgy egy kis morzsával, ez már jó lesz. Akkor kezdünk belerakni a filék. Nem kell sokat, egy pár percig is kész vagyunk, ha nem kell sok, pláne hogy vékony volt a filé. Megvajunk egy ilyen szép aranybarna színe, 2-3 perc maximum, szerintem ezeket már készen vannak. Mindjárt leszedjünk, jöhet a telelás, tegyünk egy kis ides burgonya sütötökös krumpli, egy kis céklás majonéz, tegyünk egy kis kanálóza, 2 darab halfilé, és egy kis cékla csira. Nagyon jó, és most kóstoljunk meg. Mm.
ízes, van benne a zsáján, nagyon jó. Puha maradt a pisztráng filének a hús. Van benne egy kis ízes a puré és egy kis saványkás a majonéz. Szerintem tökéletes lehet. Buon Natale a tutti, boldog karácsonyi, ciao! És ha tetszett, iratkozzatok föl az Ecofamily YouTube csatornára. Ciao!